Köszöntök minden kedves résztvevőt a 30. Tiszaalpári alkotótábor kiállításán. Megkérem dr. Vancsora István polgármester urat, hogy tartsa megnyitó beszédét. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, művészeket, érdeklődőket, mindenkit. És mielőtt néhány szót szólnék, engedjék meg, hogy egy perces néma fölállással adózzunk Viszont Mihály nyugalmazott jelző úrnak, aki itt hagyott bennünket, a tábort is itt hagyta, és elég nagy űr lett utána, legalábbis mi ezt érezzük, úgyhogy egy perces néma fölállással adózzunk az emlékén. Mint Anna Mária említette, ez ugye a 30. képzőművészeti tábor itt Tiszaalpáron. Én úgy látom, hogy fogyva bár, de törve nem. Tehát én külön megköszönöm azoknak az alkotóknak, aki ismét igénybe vette ezt a lehetőséget, hogy itt Tiszaalpáron, ebbe a csodálatos, gyönyörű környezetbe alkotásokat készítsem. Így átfutva a képeken azt látom, hogy termékeny volt ez a két hét, bár éjszakai hideggel, szúnyoggal, egyébvel terhelten, de azért mindenki szépen helyt állt, ez látszik az alkotásokból is. Engedjék meg, hogy a néhány gondolattal, nem az én gondolataimat, hanem komoly művészeknek a gondolatait olvassak fel egy-egy részletet, amelyik arról szólna a festőnek és a költőnek a vitájáról. Leonardo da Vinci műveiből egy nagyon kis részletet szeretnék olvasni, amelyik nagyon ideillik a mi dolgainkhoz. Arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a költészet leginkább a vakok, a festészet leginkább a süketek felfogó képességhez illik. Így kimondjuk, a festészet annyival értékesebb a költészetnél, amennyivel nemesebb érzéket szolgál, mint a költészet. A látás háromszor nemesebbnek bizonyul a másik három érzékhez képest. Mert ha választanunk kellene, inkább elvesztenénk hallásunkat, szaglásunkat és tapintásunkat, csak nem a látás érzékét. Mert aki elveszíti a szeme világát, a mindenség látványát és szépségét veszíti el, mintha élve temetnék a sírboltba, ahol még élni és mozognia kellene. Hát nem látod, hogy a szem az egész világ szépségét látja? Ő vezérli az asztrológiát, ő a kozmográfiát, ő minden ember művészet tanácsadója és eligazítója. Az embert a világ különböző tájaira viszi, a matematika fejedelme, reál alapozott tudományok feletté bizonyosak, a szem mérte meg a csillagok magasságát, a nagyságát, a szem talált rá az elemekre és helyükre. Általa mondották meg előre jövendő dolgait, a csillagok futása segítségével megteremtette az építészetet, a perspektívát, és végtére megalkotta az isteni festészetet. Ó, te legkívánlóbb, minden Isten teremtett a dolog felett. Minő magasztalást lenne képes nemességet kifejezni. Milyen népek, milyen nyelvek lesznek majd azok, amelyek kimérítően tudják megfogalmazni valódi működésedet. A szem az emberi test ablaka. Általában tekint a lélek a világ szépségére. Nagy gyönyörűséggel az ő kedvéért tűri el a lélek, az emberi test börtönét, nélkül ez a börtön csupa gyötrelem. Általa találtak el az emberi igyekezett a tüzet, hogy a szem visszaszeressesse azt, amit a sötétség megfosztotta. A megművelt földekkel és gyönyörű kertekkel díszítette a természeteket. A szem vezeti az embereket kelettől nyugatig, feltalálta a hajózást, és abban felülmúlja még a természetet is, hogy az egyszerű természeti teremtmények véges számúak, de a művek, amelyek a szem a kezeknek megalkotni parancsol, végtelenek. Ami megmutatja a festő, amikor az állatok és a növények és fák és vidékek végtelen sor formáját gondolja ki és ábrázolja. Hát ezt látjuk itt is, hogy hiába múlt el 30 év és 30-szor nem tudom hány
művész alkotott, még mindig talál itt helybe is, vagy ha éppen nem is helyi képet fest, de ahol megtalál valamit, tehát való igaz az, hogy a természet számai azok végesek, még az alkotások azok elvileg végtelenek lehetnek, mert mindig talál a szem valamit olyat, és a kéznek parancsol, hogy hát végezd el a munkát. Ezt látjuk a mai kiállításon is, hogy mindig valami új van. Azt sajnálom, hogy a korábban úgymond elrekvirált képek, amit az önkormányzat minden egyes alkotótól hát átvett, azoknak egy része hasznosul csak, és még mindig ott vannak, olyan föl vannak dolgozva éppen jegyző úr jóvoltából, ezek le vannak fektetve, beszámozva minden, de valahogy kint kéne lenni nekik. Próbáltuk a lakosságot rávenni arra, hogy mindenki vegyen néhány képet, nem örökbe, néhány évre. Hát nem nagy volt a tolongás sajnos, mint ahogy ide se pedig elég meg volt hirdetve a mai találkozó is. Éppen a lakosság részéről jöttek el kevesen. Egy történet jutott eszembe, ezt már lehet, hogy kétszer is elmondtam, de harmadik a magyar igazság, megint elmondom. Jó néhány évvel ezelőtt történt ez, hogy már a nép se lényeg, és lényeg az, hogy így kora hajnalban a két vár között meglátta azt a szépséget, amit ő úgy gondolt, hogy megörökíti, mert szépnek tűnt számára. És jön egy néni a kapával, kora reggel, akkor még műveltek voltak azok a kertek, tehát ez is azt mutatja, hogy nem mostani történet. És megkérdezi, hát maga mit csinál ilyen kora reggel? Hát mondja, hogy föstök. Az mit föst? Hát itt ezt is, magának ez tetszik. Nekem tetszik. Jó, Isten áldja meg, ment tovább. 11 óra fele vallag vissza a néni, amikor már elkészült a kép. Ránéz a képre, meg a tájra. Megint a képet, megint a tájat. És mondja, tényleg milyen szép ez, eddig észre se vettem, és minden napot járt. Tehát az alpári emberekre is ez a jellemző, vagy Tiszaújfa, hogy itt van a gyönyörű természeti táj körülöttünk, és úgy elmegyünk mellette, nem veszük észre. És külön öröm, hogy önök ezt jó szemmel, jó érzékkel meglátják, és megörökítik. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni nem csak önöknek, hanem a támogatóknak, a segítőknek, akik segítettek, de erre majd külön még egy napirendi pont lesz. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a szép alkotásokat, és köszönöm a kitartást, a türelmet, és a következő évben is nagy tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit. Másnak átadnám a szót, aki szakmailag értékeli ezt a két hetet. Parancsolja Tamás. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, minden alkotót, részvevőt, műkedvelő közönséget. Hát ez most a 30. tábor. 30 év az elég nagy idő, ha belegondolok, hogy 30 évvel ezelőtt én még csak kisgyerek voltam, de majdnem az elejétől részt veszek ebben a táborban. Hát akkor még én is alkotó, meghívott művész, vagy nem is művész, hanem még tulajdonképpen művész tanonc voltam, és szép lassan, ahogy ez a tábor is alakult, fejlődött, úgy én is hozzáalakultam, vagy egymáshoz alakultunk, vagy nem is tudom, hogy volt ez. 30 év alatt nagyon sok minden megváltozott, tehát ha azt nézzük, érdemes lenne egyébként megnézni a régi munkákat, meg a nem csak ugye a részvevők változtak, hanem a kicsit a látásmód, meg a világgal együtt változott ez a tábor is. De ugyanakkor mégis egy egység. Tehát, hogyha 30 év eszenciáját nézzük, akkor tényleg tudunk mondani egy olyat, hogy ez egy TAT, tehát ez egy tiszaalpári alkotótábor. És szerintem a 30 éves korára érett meg. Tehát, hogyha megnézzük a mostani a képzőművészeti anyagot, azért mondom, hogy képzőművészeti, mert nem csak festészet van, hanem rengeteg más műfaj. Tehát meg rengeteg más ugye, műfajon belül is
rengeteg egyéni látásmód, meg rengeteg technika, tehát itt minden képviseli magát. Megnézhetjük, hogy tiszaalpári táj szépségéről tanúskodnak a plener képek, néha előfordult csendélet, virágcsendélet, és akkor vannak a modern alkotások, amik ott a hátsó szekcióban láthatók. Azokban vannak ilyen projektmunkák, én is tudok nyilatkozni a saját magam nevében is, ahogy én ezt átérzem. Mindig jó ide jönni, mindig ugyanott vagyunk, de mindig más a táj, mindig más impressziók érnek minket. Ez ugye kiütközik a művekben, hát ennek a végül is az eredményét láthatjuk. Ennél sokkal több kép készült egyébként, tehát ez csak egy válogatott anyag. Én szerintem a kevesebb néha több, tehát inkább a jobbakat válogattuk ki, és azt szeretnék megmutatni a közönségnek. És hát próbáltam úgy rendezni a kiállítást, hogy legyen egyfajta koncepció, de mégis azért el lehessen különíteni esetleg a modern dolgokat, vagy a más technikákat egymástól. Ugye, amik itt most ugye képviselik magukat, az a tűzománc és olajfestészet és a grafika, ezek a főbb kategóriák. Máskor ugye voltak szobrászaink, akik mondjuk domborműveket készítettek, vagy fából faragtak. Ezt még nem adtam föl, ezt a reményemet, hogy újra lesznek szobrászok, tehát szeretném, hogyha lennének. Az ugyan nagyobb helyigényt, meg műhelyigényt kíván, de szerintem megérné, mert a szobrászatban is csodálatos dolgokat lehet alkotni, meg hát színesíteni a palettát. Meg nem szeretném, hogyha úgy kategorizálnák be a tábort, hogy na, ez csak egy festőtábor, tehát legyen színes a paletta, meg szeretnénk mutatni, hogy mennyi mindent tud egy képzőművész, vagy több képzőművész, mennyi mindenre képes egy alkotótábor a két hét alatt, mert mi mindig azt mondjuk, hogy rövid az idő, de valójában meg rengeteg mindent meg lehet csinálni két hét alatt. Ugye a 30 év az, így visszagondolva, tehát ez egy olyan nagy időintervallum, hogy szinte nem is emlékszünk mindenre, és így jó nosztalgiázni, mindenkinek más, ugye, nem mindenki vett részt minden táboron, de például a Bandi bácsi egy kivételével, Rádi Bandi bácsi egy kivételével az összesen itt volt. Majd szerintem ő is elmesél, hogy milyen volt neki ez a 30 év. Én sajnos ugye nem pont az elejétől vettem részt, de a nagy részén itt voltam, ugye. Ugye vezetőként kicsit másképp állok hozzá a dologhoz, de mint alkotóművész próbálom én is úgy csinálni, alakítani a műveimet, meg a munkáimat, hogy mint a rendes tábori részvevő lennék. Ezt a hagyományt szeretném folytatni, tehát szeretném újra azt, vagy továbbra is, hogy kicsit cserélődjenek a művészek, mindig legyen egy kis vérfrissítés. Nem csak az, hogy mindenki festeget, pingákat, és akkor el van, hanem itt egymástól tanul, meg egymás képeit korrektúrázzuk, és beépít minden táborba, tanulóval. Pedig egy vacsorára hívjuk, akik kaptak meg ki.
Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a jelenlétet, és még egyszer a távollakóknak, illetve a alkotóknak a továbbiak, és sok sikert kívánok, és tisztelettel hívom most is a következő évre. Köszönöm szépen!